Szeretettel köszöntöm az Észak-Írországban élő magyar keresztény testvéreimet, felekezetre való tekintet nélkül, és mindenkit, aki a világ bármely részéről a képernyők előtt velünk egy online gyülekezeti közösséget alkotva hallgatja a reformáció emléknapi Istent dicsőítésünket. Október 31. Reformáció emléknapja. Annak a reformáció nem másnak indult, mint egy katolikus megújulási mozgalomnak. Luther Márton, aki fontos szerepet játszott a reformáció elindulásában, ágostól rendi szerzetes, római katolikus egyház tagja, és amikor megfogalmazta a híres 95 tételét, akkor a lényege nem az volt, hogy hozunk létre valami újat, valami mást, ami még nem volt, ami jobb, mint ami létezett akkor, hanem ennek a 95 tételnek a lényege, hogy különbség van. Különbség van Krisztus tanítása és az egyház tanítása között. És a reformátorok arra törekedtek, hogy ezt a különbséget számolják fel, ezt a különbséget szüntessék meg. Reformációban az történt, hogy reformátorok jobban ragaszkodtak Jézus Krisztushoz, a benne megtapasztalható szabadításhoz, mint bármi máshoz. Egyet kell értenem Pintér Bélával, igaza van, hogy amikor az igazság beszédeit, szavait szóljuk az egyházban, sokszor falba ütközünk. Azt gondolná az ember, hiszen így logikus, hogy a világban ütközünk falakba. Azt kell, hogy mondjam, hogy az én tapasztalatom is az, hogy sokszor a világban sokkal könnyebb az evangéliumot hirdetni, mint az egyházban. Mondasz valamit, és olyan könnyen lesöplik az asztalról. Nem, ezt nem így kell, mi ezt másképp tanultuk, és a többi. Semmi baj, persze, de lehet fejlődni, de lehet növekedni. És a lényeg, hidd el, nem azon van, hogy ki mit mond, hanem hogy én mit tudok megélni a szívemben. Arról senki más nem fog tudni meggyőzni. És a Krisztussal való személyes kapcsolatom, ez a lényege. Reformáció emléknapján köszöntöm az ige szolgálattevőjét, Krisztus üzenetének a tolmácsolóját, Sáfrány Zoltán testvéremet a Krisztus Jézusban, aki református lelkipásztor Skóciában és a skót gyülekezetek mellett, munkája mellett elhívásából fakadóan a magyar lelkeket is gyűjti, szolgál nekik heti 3 alkalmat tartva, mindezt a skót gyülekezetek mellett és családfői teendők mellett. Köszönjük szolgálatodat, testvérem, a kérem szolgálatodra Isten áldását, szeretete iránti csillapíthatatlan tüzet, a Szentlélek tüzét, titeket pedig arra kérlek, hallgassátok nyitott szívvel, hogy az ige megragadhasson bennünket, és élővé lehessen az életünkben, elevenítsen meg bennünket. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreink Észak-Írországban, abban az alkalomból, hogy a reformáció emlék ünnepén most egy online istentiszteleten veszünk részt közösen. Isten hozott benneteket, és természetesen nem csak az észak-írországi testvéreket köszöntöm, hanem mindenkit, aki valamilyen úton, módon, számítógépen, laptopon, tableten, telefonon megnézi ezt az ige hirdetést, és együtt figyel velünk Isten igéjére ezen a mai alkalmon. Szóval Isten hozott benneteket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg ezt a mostani alkalmunkat énekszóval. A 390. dicséretet fogjuk énekelni. 390. dicséret így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. Thank you.
Most pedig emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Kegyelmes mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te végtelen szeretetedért, amely megőriz bennünket minden nap. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te ezzel a szeretettel fordulsz hozzánk, hogy te megőrzöl bennünket, és különösképpen is áldunk téged ezért a mostani alkalomért. Azért, hogy bár test szerint nem vagyunk egy helyen, de lélekben mégis egy helyen lehetünk. És hívjuk, várjuk a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy ígérete szerint közöttünk legyen a lélek által. És áldja meg ezt az alkalmunkat. Így imádkozunk, hogy hadd lehessünk készek az ige meghallására. Hadd legyen a mi reformáció ünneplésünk áldott, hadd legyen a mi igére figyelésünk gyümölcsöző, hadd legyen a mi életünk ezáltal a te nagy neved dicsőségét hirdető, örökkévaló Istenünk. Így kérünk téged, hogy légy velünk, áld meg a mi szívünkbe az oda elvetett ige magvakat, és munkáld meg azokat a növekedést, hogy felnövekedve jó gyümölcsöket teremhessünk a te nagy neved dicsőségére. Némely 30, némely 60, némely pedig 100 annyit. Ami Urunk, Jézus Krisztusunk nevéért kérünk. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint megírva található Ezékiel könyvében. Ezékiel könyvének 18. fejezetéből olvasom a 30-tól a 32. versig terjedő ige szakaszt, eképpen szól. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Térjetek meg! Hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram, az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Ismét csak énekeljünk és készüljünk ezzel az énekszóval az ige hirdetésére és az ige hallgatására. A 235. dicséretet énekeljük, a 235. dicséret így kezdődik. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Az első 4 versszakát énekeljük el ennek az éneknek.
Mindezek után pedig Isten igéjét hallgassátok meg, amelynek alapján szólni kívánok most hozzátok. Ez az ige Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében van megírva. A római levél 12. fejezetéből olvasok egyetlen verset mindössze. Ez pedig a második vers, tehát Róma 12. második verse, amely így szól. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az Úristen tegye áldottá a mi szívünkben az ő igéjét. Ámen. Szeretett testvéreim, ahogy említettem a legelején, abból az alkalomból vagyunk most itt együtt, hogy emlékezzünk, hiszen október 31-e van a reformációra, emlékezzünk ősökre, akik nagy dolgokat vittek végbe, emlékezzünk hithősökre, akik az igéhez visszatérve olyan igazságokat ismertek fel, és olyan igazságokat osztottak meg a kortársaikkal, és a később élőkkel, így velünk is, amelyek segítenek bennünket abban, hogy mi magunk is a helyes értelmezés útján Istenhez találjunk. Legelőször is engedjétek meg, hogy egy pár szót hagy mondjak az előzményekről, hiszen a reformáció nem 1517. október 31-én kezdődött. Bár ez az a nap, amihez mi kötjük, ez az a dátum, és éppen ezért október 31-én ünnepeljük a reformációt, de tulajdonképpen hamarabb elkezdődtek már ezek a törekvések, amikor felismerték korábban élt atyánk fiai, hogy bizony az egyházban visszásságok vannak. Sokszor előfordult, hogy ritkán jutottak hozzá a Szentíráshoz, de akik hozzájuttattak, és akik olvasták, és hittel olvasták, és a lélek vezetését kérték hozzá, felismerték azt, hogy bizony sok minden másképp van. Néhány nevet említsek csak meg. Walt Péter Itáliában, Wycliffe János Angliában, vagy Hus János Csehországban, nekik magyarországi hatásaik is voltak, és többen Magyarországon már Károli Gáspár előtt is bibliafordításokkal foglalkoztak, Szilveszter János például, aki 1541-ben adta ki a maga új szövetség fordítását. Ők voltak tehát azok, akik Luther Mártont megelőzően, illetve nem csak ők, számos más olyan atyánk fia is, akiknek talán a neve fenn sem maradt, akik hűséggel nyúltak Isten igéjéhez, és keresték a kapcsolatot a mindeneket teremtő és fenntartó gondviselő Istennel, és szenvedtek el emiatt ilyen vagy olyan üldöztetést. Sokan voltak tehát, és így jutunk el Luther Mártonhoz, aki szintén a Szentírást olvasva bizonyos felismerésekre jutott. Az egyik legszembetűnőbb dolog volt számára az, hogy az egyház abban az időben búcsú cédulákat árult. Ezek a búcsú cédulák azt a célt szolgálták, hogy az ember bűnbocsánatot vásárolhasson magának, és nem csak saját magának, hanem korábban elhunyt szeretteinek is vásárolhatott bárki búcsú cédulákat, ezzel kiváltva őket a purgatórium szenvedéseiből, és Luther Márton a Szentírást olvasva felismerte ennek a visszásságát. Olyannyira, hogy írt is levelet a pápának, mert hogy ő nem tudta elhinni azt, hogy a pápa, aki ugye Isten földi helytartója, az egyház vezetője, ő mindezt jóvá hagyná, hiszen abszolút ellene szól mindannak, amit a Szentírás tanít. Óriási meglepetés volt számára valószínűleg, hogy a pápa a levelében elutasította, és hát kilátásba helyezte, hogyha nem hagy fel ezzel a fajta tanítással, akkor kiátkozza őt az egyházból, aminek nagyon-nagyon súlyos következményei
lehettek abban az időben. Luthert mindez arra ösztönözte, hogy ő mégsem fogja annyiban hagyni, és tudjuk nagyon jól a történetét, hogy 1517. október 31-én egy 95 tételből álló iratot szegezett ki, vita iratot szegezett ki a Wittenbergi vártemplom kapujára, amivel egy óriási folyamatot indított el. Persze a kiközösítés is meglett a pápa részéről, és ismerjük ugye Luther életét, hogy Frigyes választó fejedelem úgy próbálta megmenteni az életét, hogy egy látszott fogságban tartotta Wartburg várában, és ott végezte aztán a különböző bibliatanulmányozási, bibliafordítási és egyéb szolgálatait. Szeretném leszögezni azt, hogy sem Luther, sem a későbbi reformátorok, akik közül gondolom, fontosnak tartom megemlíteni Calvint és Zwinglit, mint akik a legnagyobb hatással voltak a reformációra, leginkább ugye Luther egyáltalán nem akart új egyházat létrehozni. Ők azt akarták, hogy újuljon meg az egyház. Hogy térjen vissza az alapokhoz. Ez is volt az egyik legnagyobb jelmondat. Vissza az alapokhoz. Tehát nem új egyházat akartak, hanem megújult egyházat akartak. Visszatérni a Szentíráshoz, visszatérni az Úristenhez, és felhagyni a különböző babonás nem tudom, rituálékkal, szokásokkal. Éppen ezért ők elutasították a pápaság intézményét. Mert úgy látták, hogy nem vezet a Szentírás megismeréséhez, és hogy a pápaság nem a Szentírás ismeretében vezeti az egyházat. Elutasították az erekje kultuszt, azt, hogy régi tárgyakat, vagy különböző régen élt szentek, meghalt szentek maradványait, mindenféle isteni erővel felruházva, azokat imádják, és azoktól mindenféle isteni csodákat várjanak az emberek. Volt a reformációnak jó néhány jelmondata, amik rendkívül jól összefoglalják azt, hogy mi is az, amihez mi visszatérünk, mi is az, ami a hite, a hitünknek, mi is az, ami az üdvösségünknek az alapja. Szólákként emlegetjük ezeket, a latin szóla egyedül kifejezés alapján, és ezek a következők voltak: a szóla scriptura, ami azt jelenti, hogy egyedül a Szentírás a hitünk alapja. A Solus Christus, ami azt jelenti, hogy egyedül Krisztus, ami üdvözítünk. Sola Gratia, egyedül kegyelemből van üdvösségünk. A Sola Fide, ami azt jelenti, hogy egyedül hitáltal ragadhatjuk meg Istennek ezt a kegyelmét. És az egészet, mint egy összefoglalva, Soli Deo Gloria, ami azt jelenti, hogy egyedül Istené a dicsőség. Nekünk nincs érdemünk. Egyedül Istené a dicsőség. Egy történetet olvastam, miközben készültem erre a mai szolgálatra, ami azt mondja, hogy egy atyafi az egyik hídon fent állt a korláton, és készült leugrani. És arra ment egy másik jó ember, és megkérdezte, hogy ember, mit csinál? Csak nem le akar ugrani. De elszántam magam, hogy leugrok. De ne csinálja, hát miért ugrana le? Ugyan mit tudna nekem mondani? Miért érdemes élni? Hát nagyon-nagyon sok minden van, amiért lehetne érni, mondja a másik. Na, akkor mondjon egy pár dolgot. És ez a megmentő szándékú atyánk fia elkezdte kérdezgetni őt, hogy mondja maga, hívő ember vagy ateista? Én hívő vagyok. Ó, hát ez nagyszerű, én is hívő vagyok. És mondja, milyen hívő? Keresztjén, vagy muszlim, vagy buddhista, vagy mormon, vagy milyen? Keresztjén vagyok. Ó, nagyszerű, én is keresztjén vagyok. És a kereszténységen belül katolikus, vagy protestáns? Protestáns vagyok. Ó, én is protestáns vagyok. Nagyon jó.
És azon belül református, evangélikus, baptista vagyok. Tényleg, én is baptista vagyok, hihetetlen, nagyon jó. És a baptistán belül melyik baptista egyházhoz tartozik? Az Isten baptista egyházához, vagy az Úr baptista egyházához? Ez egyébként egy Amerikából való történet. Én az Isten baptista egyházához, nagyszerű, én is ehhez tartozom, ez hihetetlen. És azon belül az eredeti baptista egyházhoz, Isten baptista egyházához, vagy a megújult Isten baptista egyházához tartozom. Hát én a megújult, tényleg, hát ez hihetetlen, én is oda tartozom. És az 1879-ben megreformált, megújult baptista egyházhoz tartozik, vagy az 1915-ben megújult baptista egyházhoz tartozik? Én az 1915-öshöz. Hát, barátom, azt hiszem, minden okod meg van leugrani, mondta a másik. És az alatt is hagyta. Ezt csináljuk mi. Rendkívüli dolog a reformáció, rendkívüli dolog, amit hozott, ezt a mi emberi kezeink között mi folyamatosan tudjuk rombolni, pusztítani, éppen ezért fontos, hogy mindig visszatérjünk. És nem mi magunk akarjunk megújító szándékkal újabb és újabb dolgokat előhozni, és a különbségeket előtérbe helyezni, és ezt hangsúlyozni, mert akkor az lesz, mint a történetben. Hogy bár minden egyezik, de te egy más irányt képviselsz, mint én. Jobb is neked, ha leugrasz, nincs miért élned. Csodálatos dolog ez a reformáció. Az, hogy felismerték reformátor eleink ezeket a bibliai igazságokat, és ismerjük a történeteiket, a gályarabok történeteit, hogy az ellenreformáció idején ők milyen hűséggel álltak ki mindamellett, amit megismertek, az Úristen mellett, hogy a gályarabságot, a halált is vállalták. A kérdésem csak az, hogy milyen hasznunk van nekünk mindebből. Mindig ezt a kérdést tesszük fel magunknak. Miért jó ez nekem? 500 esztendővel ezelőtt Luther mindezt felismerte, elindította. Aztán az elkövetkezendő évtizedekben csodálatos emberek tovább vitték. És lett egy nagyszerű károli fordítása a Bibliának, és nemzeti nyelvre lefordították a Bibliákat. Csodálatos, de hogyan érint ez engem? Hogy lesz nekem ebből üdvösségem? Azt gondolom, hogy rendkívül fontos mindezt átgondolni. És rendkívül fontos leszögezni, hogy én nem fogok üdvözülni a reformátor őseim, eleink, hite és hűsége miatt. Emlékeztek, hogy mit olvastam fel a Szentírásból, Ezékiel könyvéből? Azt mondja, azért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az Úr, az én Uram az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el a vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni a bűneitek miatt. Hagyjatok fel a vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg a szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg Izrael háza, hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr, térjetek hát meg és éljetek. Csodálatos dolog, hogy ők mit tettek, de én nem üdvözlök azért. Mert az Úristen az én tetteimet figyeli, és azok alapján ítél meg engem. A reformátorok utat mutattak. De mit mond az ige? Mindenkit a maga tettei szerint ítél meg az Úristen. És miről beszél ez az Ezékiel könyve? A 18. fejezetben, itt a felolvasott részben. Megújulás, megtérés. Kegyeskedős duma, sokszor halljuk ezt. De hogyan kell? Mi ez egyáltalán? Amikor ezeken gondolkoztam, eszembe jutott
egy történet, amit egy számomra rendkívül kedves lelkipásztortól olvastam az egyik könyvéből. Vég Tamás, nagy tiszteletű úr, a Budapest Fasori Református Gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora. Nagyon kedves ő a szívünknek, rengeteg sok mindent találhattok tőle a Facebook oldalán is, most éppen a Filippi levelet magyarázza naponként kis 5 perces részekben. Nagyon-nagyon sok jó, hasznos és áldott dolgot lehet tőle hallani, olvasni. Tőle olvastam tehát ezt a történetet, amit szeretnék veletek megosztani. Vele esett meg. Elmondta, hogy a gyülekezetben volt egy idős néni, egy bizonyos Kati néni, aki nagyon hűségesen járt vasárnaponként templomba, de hogy az feltűnt, hogy soha nem megy el egy bibliaórára, az feltűnt, hogy soha nem vett részt, nem tudom, evangelizációs alkalmakon, és azt mondja Tamás bácsi, hogy egy alkalommal meglátogatta őt. És úgy gondolta, hogy ezt megbeszéli vele, hogy ez hogy is van, hogy egy kicsit úgy utána kérdezi, és ránéz arra, hogy is áll a hitében ez a Kati néni. És beszélgettek hosszasan, és eltelt az idő, és már mindenféléről beszélgettek, és azt írja Tamás bácsi, hogy már látta azt, hogy a néni is elfáradt, ő is már kicsit fáradtabb volt, ideje volt lassan hazamenni, és ahogy készülődött, hogy elköszön, ez a Kati néni azt mondta neki, hogy tiszteletes úr, még egy kérdésem hagyd legyen, mert gondba vagyok. Van én nekem üdvösségem? Lesz én nekem üdvösségem? Van-e egyáltalán nekem új életem? Vagy pedig nincsen? Azt mondta, néha teljes bizonyosságom van felőle, hogy van, máskor meg kétségbe esek, és elvész ez a bizonyosságom, és tanástalan vagyok, és nyugtalan vagyok, és nem tudom, hogy mire is gondoljak. Tamás bácsi azt mondta, Kati néni, látja a bűneit? Ugyan hát, hogy ne látnám, válaszolt az idős asszony neki. És ki is nyitotta a Bibliáját megmutatni, hogy ő rendszeresen olvassa a Szentírást, és azt írja, hogy szinte már minden vers alá volt benne húzgálva, látszott, hogy rendszeresen forgatja. Hogy ne látnám a bűneimet? Elhiszi, hogy Jézus Krisztus Kati néniért is meghalt ott a kereszten? Hát, hogy ne hinném el? Akkor Kati néni flörtöl Jézussal. Hát ezt meg hogy érti, tiszteletes úr? Úgy, hogy Kati néni szereti az urat, de még nem kötött vele örök szövetséget. A férjét akkor szerette meg, amikor odaálltak az úrasztala elé házasságot kötni. Akkor szerette meg a férjét, amikor az esküvőn ott megálltak, és fogadalmat tettek. Ó, dehogy! Hát már sokkal hamarabb megszerettem őt. Nagy szerelem volt az. Látja? És mégis ott az esküvőn mondták ki egymásnak. A rokonok, a gyülekezet, a mennyei világ, azt írja, a démoni világ előtt, az egész teremtett világ előtt, hogy szeretem. Szeretem őt. Ha valaki bármikor megkérdezi, hogy házasok, akkor mit mond? Igen, persze, házasok vagyunk. Hát tudom, 2 hete, 1 hónapja, 3 éve, 30 éve, 50 éve, azon a napon volt a házasság kötésünk. Emlékszem rá, ott álltunk. Igen, házasok vagyunk. Hogy ne tudnánk mindezt? És ha valaki azt kérdezi, hogy Jézuséje az életed, ez pont olyan. Ha valaki azt kérdezi, hogy Jézuséje az életed, vajon bizonytalanul felelede azt, hogy hát én nem is tudom, éppen mint a házasságnál, mert nem is tudom, hogy Anettát feleségül vettem-e. Hogy ne tudnám, ott voltam, kimondtam, hogy igen. Van-e kapcsolatod Krisztussal? Krisztusé vagy-e?
Ki mondta-e már, hogy igen? És Tamás bácsi így folytatta, azért mondta ezt, hogy flörtölj Jézussal, mert nem kötött vele még szövetséget. Úgy is mondhatnánk, persze idézőjelbeti, hogy nem kötött még házasságot Jézus Krisztussal. És azt kérdezte az idős azt, hogy akkor most mit tegyünk? Kössük meg ezt a szövetséget, mondta Tamás bácsi neki. Azt mondta, Kati néni, mondja utánam ennek az imádságnak a szövegét, vagy ezt az imádságot, de persze csak azt, amivel egyetért. Az imádság így hangzott. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy hitet adtál nekem. Most szeretném kimondani, hogy örökre a tiéd vagyok. Bocsásd meg minden bűnömet. Fogadd el az életemet. Megtagadok mindent, ami a sátánhoz köti a szívemet. Vágj el minden szálat, egyedül a tiéd szeretnék lenni. Köszönöm. Amen. A Kati néni arca felderült. Elköszöntünk, írja Tamás bácsi a történetben. Vasárnap az istentisztelet után kezet fogtunk a templomban. Az Isten áldja meg, hogy feljött hozzám. Azóta olyan békességem van. Hónapokkal később egy ilyen készfogásnál megerősítette. Minden oké. Ma már szobafogságban van, idézőjelben, írja Tamás bácsi, 92 esztendős lett Kati néni. Nem tudom a történet mikor játszódik, ez csak a leírásban van így. Nem tud lejönni a lépcsőn, nem tud eljönni a templomban, de a szívében ott van a bizonyosság, az üdvösséget illetően. És azt írja a végén, hogy mindezt átgondolta. Azt írja, ha nem megyek fel Kati nénihez, neki akkor is üdvössége van, mert hogy hisz Jézus Krisztusban, a megváltójában. De az éveit egy ilyen kettősségben kellett volna töltenie, leélnie, hogy hol van bizonyosságom, hol nincs bizonyosságom, hol van nyugalmam, hol nyugtalan vagyok. De ahogy kimondtuk, ahogy az ige mondja, vallást tettünk a szánkkal, hogy üdvözüljünk. Belső békességgel, bizonyossággal élheti az életét. És ezt bárki megteheti. Gondoljátok csak végig. És keressetek egy lelkipásztort, egy hívő testvért, akivel együtt elmondhatjátok ezt az imádságot, ezt a szövetséget megköthetitek az Úr Jézus Krisztussal. Hogyan érint ez minket? Hát van egy rossz hírem, idézőjelbe teszem a rossz hírt. Itt még nincs vége mindennek. És ahogy így ezt kimondom, ez már mindjárt jó hírnek is hangzik. Nincs még itt vége mindennek. Ez nem azt jelenti, hogy aki megtér, az puff, már megy is a mennybe. Annak itt vége van a földi pályafutásának. Igazából akkor kezdődik csak itt valami, ami rendkívüli. Most hagyj olvassam fel újra a római levélből a felolvasott ige szakaszt. Ugye 12. fejezet második verse. Azt mondja, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ebben a felolvasott igében a világ és az Isten akarata szembeáll egymással. És milyen érdekes ezt látni, amit mond, hogy változzatok meg, újuljatok meg az elmétekben, ugye változzatok meg elmétek megújulásával, hogy megismerjétek az Isten akaratát. Ez azt jelenti, hogy a mi jelenlegi formánk, a mi jelenlegi állapotunk nem alkalmas arra, hogy megismerjük az Isten akaratát. Ha a világ szerint élünk, nem vagyunk alkalmasak arra, hogy megismerjük az Isten akaratát. Van szövetségkötés, megszeretjük az Úr Jézus Krisztust, az Úr Istent, hozzá akarunk tartozni, szövetséget kötünk, de meg kell ismernünk őt. És így folytatódik tovább az életünk, a keresztény életünk. A világ tele van hamisságokkal. Ez nem azt jelenti, hogy a világ úgy, ahogy van, romlott és kidobni való.
Vannak csodálatos dolgok. Vannak nagyszerű eredmények. A baj inkább azzal van, hogy a világ Istent leveti a trónról. Lelöki onnan. A világban élő ember saját magát ülteti fel a trónra. Tapsol saját magának, gyönyörködik a saját vívmányaiban, és elfelejti azt, hogy honnan jön mindez. Ezért van szükség arra, hogy megváltozzunk az elménk megújulása útján. Ezért van szükség arra, hogy minél többet és többet és többet tanuljunk Isten igéjéből, a Szent Lelket segítségül hívva az Úristenről, hogy minél jobban megismerjük őt. Mert hogy mi az Isten akarata? Persze el tudjuk mondani, az üdvösség. Isten akarata az, hogy az ember, itt volt az Ezékiel könyvében, ne halljon meg, nem azt akarja Isten, hogy az ember meghalljon, a bűnös, halandó ember. Azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ez az Isten akarata, hogy üdvözüljünk. És hogy bővölködő életet akar nekünk adni. Ez rendkívül fontos, hogy ne keverjük össze a kettőt. Ha megvan az üdvösségünk, ha Krisztushoz tértünk, ha megújult az elménk, ha megváltozott az elménk a megújulása által, akkor Isten bővölködő élettel ajándékoz meg bennünket. Nem bővölködő élet először, és majd aztán lesz egyszer csak üdvösségünk. Ne felejtsük el ezt a sorrendet. Nem visszafordítható. Isten ajándékai mind el vannak készítve. Mind nekünk ott vannak. A mi számunkra készítette személy szerint. De csak akkor lesz a miénk, ha már Krisztust befogadtuk. Ha már Isten gyermekei vagyunk. És amit számunkra készített, akkor minden a miénk lesz. Tehát a világ és Isten akarata áll szemben, ebben a felolvasott igében, ami most a reformáció emlék ünnepén előttünk van, és azt kell felismernünk, hogy ennek az akaratnak a megújulása, ez nem csak egy ilyen automatikus dolog. Az elménk megváltozására van szükség, hogy Isten akaratát megismerhessük. De ez nem hullik úgy a nyakunkba, mint ahogy az eső, amikor kint vagyunk. Ezért tenni kell. Ezért dolgozni kell. El kell határozni. Elő kell venni a Szentírást naponta, imádságban Isten elé borulni. Döntés, tanulás, kapcsolatépítés Istennel. Ez csak így működik. Ugyanúgy, mint ahogy az iskolában, a gyermekek. Persze a döntés nem az övék, oda menni kell, de tanulni kell. És minél több ismeret jut a fejükbe, annál inkább kitágul az értelmük. Minél több ismeretet szerzünk Istenről, annál erősebb, annál biztosabb lesz a hozzávaló kapcsolatunk, mert hogy vágyni fogunk rá. És nem Istennek van szüksége a velünk való kapcsolatra, hanem nekünk van szükségünk az Úristennel való kapcsolatra. Mindezeket összefoglalva, mint egy zárásképpen, hogy mondjam azt, hogy a reformáció helyes ünneplése, mert hogy mi más értelme lenne reformációt ünnepelni, vagy bármit ünnepelni, ha azt nem helyesen tesszük. A reformáció helyes ünneplése nem merül ki abban, hogy visszaemlékszünk a régi nagyokra, Lutherre, Calvinra, Zwinglire, vagy a magyarokra, vagy bárkire. Mert az csak egy puszta emlékezés. Abból nekünk nem lesz semmiféle hasznunk, előnyünk, nem szolgálja a javunkat. A reformáció helyes ünneplése követni a reformátorok élő hitét és hűségét. Példaként állítani őket magunk elé, hogy igen, ők valamit megismertek a Szentírásból, az Isten lelkének a vezetése által, és nem alkuttak meg. Ez az a kapcsolat, amire nekem szükségem van. Ez az a kapcsolat, amire Isten elhívott engem. Egy hűséges, egy mindent
felölelő, egy mindent magába foglaló, az életem egész területét magába foglaló szeretett kapcsolat Istennel. És erre adtak nekünk példát reformátor őseink. Ünnepeljük őket úgy, hogy nem csak emlékezünk rájuk, hanem példaként követjük is őket az élő hitben és az Isten iránt való hűségben. Amen. Most pedig, gyertek, boruljunk le Isten előtt lélekben, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható kegyelmes édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért, annak minden áldásáért. Megköszönjük azt, hogy ezen a mai napon emlékezhetünk reformátor eleinkre, azokra, akik hűséggel járták az utat előttünk, azokra, akik a felismeréseiket nem tartották meg maguknak, hanem megosztották velünk, és nem csak önmagukat akarták megújítani, de gondjuk volt arra, hogy az egyházat is megújítsák. Te hívtad el erre őket. Te küldted őket erre a szolgálatra, és bár nem kell mindannyiunknak nagy reformátoroknak lennünk, de mégis mindannyiunknak szükségünk van egy reformációra. A saját életünk újra formálására. Azért imádkozunk most, kegyelmes jó atyánk, hogy ebben segíts bennünket, hogy érj el bennünket. Tudjuk az igéből, hogy az Úr Jézus ott áll az ajtó előtt és zörget, és bebocsátásra vár. Segíts bennünket abban, hogy megnyissuk ezt az ajtót az Úr Jézus előtt, hogy beengedjük őt a szívünkbe, hogy így legyünk reformátor eleinknek, csak így a magunk életében méltó utódai, és így lehessünk, kegyelmes mennyei édesatyánk, a te gyermekeid. Add, hogy hadd legyen az Úr Jézus Krisztus a mi életünk része. Hogy Szent Lelke által munkálkodjon a mi szívünkben. Vezessen bennünket. Az életünkben vannak mindenféle helyzetek. Vannak örömök, nagyszerű dolgok, boldog pillanatok, és vannak nehézségek, megpróbáltatások is. Ilyen ez a mostani időszak is. Amikor ez a világméretű vírusjárvány és a hozzá tartozó pánik és rendelkezések és gondolatok és problémák mind-mind nehezítik a mindennapjainkat. Add meg nekünk, hogy hozzád fordulva békességet találhassunk ebben a mostani helyzetben is. Hogy valóban érezzük azt, hogy ha a halál árnyékának a völgyében járunk is, nálad biztonság van. Te megvigasztalsz bennünket, és te adsz nekünk kimenekedést. Így kérünk téged, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor önmagunkért imádkozunk, és hallgass meg, amikor szeretteinket hozzuk eléd, mindazokat, akikért remegő szívvel imádkozunk, talán naponként a megtérésükért, a megújulásukért, hogy láthassuk azt, hogy nekik is üdvösségük van Jézus Krisztus által. Hallgass meg imádságunkat, amikor a gyülekezeteinkért imádkozunk. Amikor imádkozunk észak-írországi magyar testvéreinkért, azért a törekvésért, hogy ők is időről időre összegyülekezve a te, ahelyre telepedett népetként legyenek együtt. Az ige olvasásával, az imádsággal, az Isten tiszteletben együtt. Kegyelmes jó atyánk, áld meg egyházunkat, a Magyarországi Református Egyházat, és áld meg keresztény testvéreinket szerte a világon. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjuk betölteni azt a szolgálatot, azt a hivatást, amelyre az Úr Jézus küldött el bennünket. Hogy elmenvén tanítványokká tegyünk minden népeket. Ebben segíts meg bennünket, és áldj meg bennünket, ami drága megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak nevéért, aki így tanított bennünket imádkozni együtt. Mi atyánk,
ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Ennek a mai alkalomnak a zárásaképpen újra énekeljünk együtt, mielőtt az áldást vennénk. A záró énekünk a 398. dicséret. A 398. dicséret valamennyi verszakát elénekeljük. Az első verszak így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt. Mindezeknek utána pedig, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás, békesség, Isten áldjon valamennyiötöket. Igei szolgálatodat hallgatva az jutott eszembe, hogy van egy olyan fordítás ennek az igének, ennek az igeversnek, hogy válasszátok el magatokat ettől a romlott nemzedéktől, testvéreim. Nem azért vagytok, hogy idomuljatok, hanem hogy ellenálljatok. Nem tudom, ki látta, nézte meg Jim Caviezelnek a
Passió című film főszereplőjével készült riportot, még 2014-ből, hogyha jól emlékszem. Ha még nem láttad, kérlek nézd meg, nagyon erős Krisztus hitvallást fogalmaz meg. Jim, ne idomuljatok! Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot Zoltán testvéremnek, és valóban így van, hogy elválasztani, elváltozni. Habár természetesen itt nem a fizikai elkülönülésnek az értelmében, hanem a mi elménknek a megújulása által. De hogyan is tudjuk ezt megélni a mindennapjainkban, hiszen Krisztus keresésünknek az egyik bibliai alapja a személyes találkozás, a gyülekezetté válás, gyülekezetté alakulás. Személyes találkozásnak pont ez a lényege, közösségteremtő ereje, közösségteremtő erő nagy. Együtt imádjuk Istent, együtt vagyunk az ő jelenlétében. Tudom, nyilván most pont egy világjárvány kellős közepén vagyunk, és ez megnehezíti keresztény közösségek életét is. De készüljünk rá, hogy ha ennek vége lesz, Isten elkészíti az alkalmat nekünk, hogy itt, Észak-Írországban találkozzunk. Alakuljunk fizikailag is egy Istent dicsőítő gyülekezetté, közösségé, ima közösségé, Krisztusban járásunkat együtt, egy gyülekezetként megélve, egymást erősítve, biztatva, imádkozva. Ezért imádkozzunk itt Észak-Írországban, és szerte a világban is, kérem testvéreimért, testvéreimet, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk Észak-Írország magyarjainak a gyülekezeti alakulásáért. A tűzért imádkozzunk, a Szentlélek tűzért, mely ég bennünk Krisztusért, vízért, kiapadhatatlan vízért, hiszen, ahogy az ige is mondja, ha valaki pedig ebből a vízből iszik, melyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem a víz, amelyet én adok neki, örök életnek buzgó útfeje lesz ő benne. János 4.14-ben. Sőt, a Máté 23-ban azt olvassuk, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéjét a szárnya alá. Ezért ezt előkészítve létrehoztunk egy Facebook oldalt, amely ezt feleli. Észak-Írországi magyar keresztjének. Kérlek benneteket, lájkoljátok és osszátok. Jusson el minél több keresztény magyar emberhez itt Észak-Írországban, és innentől fogva minden keresztény alkalmat itt fogunk közzétenni, meghirdetni. És ide várunk minden Krisztust kereső, Krisztusban megtért testvéreinket. És nagyon fontos kiemelnem, felekezeti hovatartozás nélkül. Talán 20 évvel ezelőtt vettem részt egy konferencián, egy ilyen teológus konferencián Erdélyben, mégpedig Tenkén. Pártciumban van Erdélyben, a nagyvárattól nem messze, ahol Berke Sándor református lelkipásztor tartotta az előadást. És arról volt szó, még a kazetta is megvan róla, kazetta, még akkor kazetta volt, tehát arról volt szó, hogy amikor Isten színe elé kerülünk, nem az szerint fogunk üdvözölni, hogy melyik egyházba jártunk. Nincs privilégium, hogy te református vagy, te unitárius vagy, te evangélikus vagy, vagy te katolikus vagy. Egyetlen egy döntő dolog van és lesz. Milyen a személyes kapcsolatod Krisztussal? Szóval erre az oldalra várok, várunk mindenkit szeretettel, mégpedig még egyszer felekezetre való tekintet nélkül. És most Zoltán testvérem felé fordulok, szeretném megköszönni a szolgálatát egy énekkel, mégpedig az egyik kedvenc énekével. Kérem, hogy az online gyülekezet egyként énekelje ezt az éneket. Te benned bíztunk elejétől fogva, a 90. Zsoltár első verse. Köszönjük Zoltán a szolgálatodat, és mindenkit várunk holnap a halottak napi hálaadó Isten tiszteletünkre. Isten velünk!